Kabát Péter remek szezon zárt. Az Újpest FC támadójának egész éves teljesítményét nem csak a szakemberek ismerték el. Az újpestiek házi gólkirálya a szurkolóktól is számtalan szavazatot kapott, amelynek köszönhetően vett át az évjátékos a díjat. Péter annak ellenére győzött, hogy a bajnokság hajrájában, sérülése miatt, már nem léphetett pályára, és így nem szaporíthatta tovább góljai számát. Hát üdvözöllek itt nálunk újpesti stúdióban, és nagy örömünkre szolgál, hogy hozzánk hoztad ezt a gyönyörű díjat. Köszönjük szépen, Péter! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Első kérdés, voltál már évjátékosa? De amikor azért jöttem 7 év után a Újpestre szerződtem, 2008-ban, akkor egy év után, amikor 16 gólt rúgtam, akkor a HLS engem választott, igen, az év magyar játékosának. Hát az éppen elég egy év magyar játékosának, hiszen a magyar bajnokságban szerepeltél akkor. Azt szokták mondani a nagyokosok és a nálam sokkal többet tudok, hogy ez egyedül nem megy. Ez azért érdekes kérdés, mert hát eléggé döcögött az Újpest FC ebben a szezonban. Hát igen, itt is szeretném megköszönni először is a csapatomnak, hiszen itt egy 35-ös listára kerültem fel, mint újpesti játékos, nélkülük ez nem sikerült volna, és itt utána, amikor már bekerültem ebbe a 35-ös keretbe, akkor lehetett szavazni, úgyhogy itt nagyon szépen köszönöm az összes újpesti szurkolónak, meg mindenkinek, aki rám szavazott, hiszen nélkülük nem nyerhettem volna meg ezt, ami nekem egy óriási elismerést jelent, és nagyon örülök, hogy tényleg Újpestre hozhattam ezt a díjat. Arra a bizonyos listára a szakemberek írtak be, ugye? Tehát ők... Hát egy 35-ös külföldiektől kezdve, akik külföldön játszanak, meg akik itthon játszanak az NB1-be, azok kerültek fel. Nem tudom, hogy milyen szempontok szerint került föl ez a 35-ös, vagy hogy került ez a lista, hogy jött össze, de én benne voltam, úgyhogy lehetett szavazni. Hát ez nem is érdekes, hogy kerültél rá. Benne voltál, és hála Istennek nyertél. Azért azt ne felejtsük el elmondani, és a szemedbe mondom, hogy hát a hátadon cipelted ezt az újpesti csapatot ebben a szezonban. Nem vagy egy karonülő, de hát még van jó 8-10 éved, reméljük, ebben a bajnokságban, ebben a csapatban. Hogy bírtad? Hát eléggé vegyes szezonunk volt, én úgy érzem. Voltak nagyon jó meccseink, voltak rossz, kevésbé jó meccseink. Nagyon sok meccset elszúrtunk a vége fele, nagyon sok pontot elhullajtottunk így. Hát a magam részéről én azt mondom, hogy az őszöm az jobban sikerült, ott rúgtam 10 gólt, ott vezettem a góllövő listát. Sajnos a tavasszal itt az utolsó 3 meccsen nem tudtam pályára lépni, mert sérülés jött közbe, és azért 3 olyan meccset hagytam ki, ami szerintem tudtam volna gyarapítani a góljaimnak a számát. Úgyhogy azért egy kicsit ilyen felemás a sikeredet, de úgy összességében az egész évén azt mondom, hogy 13 gól, 10 gólpassz az nem volt rossz mutató. Mondhatjuk azt, hogy ha játszhatsz, akkor lehet, hogy még van egy-két találat. Ugye talán akkor megvan az a bizonyos gólkirályi cím is, ami hát lehet, hogy a csapatot a táblázaton nem vitte volna előbbre, mert ismerjük a pontokat. De te melyik neked melyik fontosabb, a gólkirályi cím, vagy ne talán most ez az év játékos a cím? Hát én azt mondom, hogy minden játékosnak fontosak szerintem az a különböző egyéni díjak, hogyha esetleg szavaznak rá. Én nagyon örülök, hogy ott lehettem a 3. helyen a góllövő listán, és hogy külön öröm számomra, hogy ezt a közönség szurkoló díjat meg tudtam nyerni. Mind a kettő fontos, én úgy érzem, de szívesen elcserélném ezeket a díjakat egy bajnoki címre, ami még hiányzik a vitrinemből. Soha nem voltál még magyar bajnok? Magyar bajnok nem voltam, bulgár bajnok voltam, ezüstérmes voltam, NB1-be 3. helyezett voltam, magyar kupa győztes, szuperkupa győztes, úgy minden voltam, egyedül magyar bajnok nem. Hát akkor itt a cél, amiért folytatnod kell, tehát nem abba hagyni tilos ne, ezek szerint. Ne, abba semmiképp se szeretném, jól érzem magam, amíg így érzem, és ilyen erőben, meg ilyen, hál' Istennek nem vagyok egy sérülés, vagy sérülékeny játékos, ameddig így bírom fizikálisan, addig még semmiképp se akarom abba hagyni. Ha már a fizikumról beszéltél, azt gondolom, azt elmondhatjuk bátran, hogy két idősebb játékosra támaszkodott a csapat, gondolok rád, és hát Balajca Szabira. Hát komolyan mondom, hogy te rúgdostad a gólokat, ő meg a
lehetetlenebb helyzeteket is megoldotta. Ez így van, a Szabi nagyon jó szezon zárt, én úgy érzem. Nagyon sok, azt hiszem 3 vagy 4 11-est megfogott. Hátán vitte ő is a csapatot, úgyhogy én úgy érzem, hogy ezek az emberek, akik egy kicsit idősebbek és rutinosabbak kellenek a csapatba, mert az elég sok a fiatal. Hát mondod, hogy sok a fiatal, de hol vannak? Hát azt nem, vannak fiatalok, vannak 3-4, azt hiszem, aki már felkerült hozzánk, nagyon tehetségesek, nagyon sok a külföldi játékos, tehát elég vegyes a keret, különböző országokból jön össze az egész csapat, úgyhogy kell idő, amíg összeértünk. Most én úgy tudom, hogy nagyon sok játékos el fog menni, sok fog jönni, úgyhogy megint lehet, hogy egy kis időre, vagy hosszabb időre szükség lesz, amire tényleg egy masszív, stabil csapatot fogunk alkotni. Az elkövetkezendő szezonról beszélünk még néhány mondatot, de ugyan érintettük már az idényt. Én azt gondolom, hogy ugye, ha 2 évre tekintünk vissza, akkor ott volt az, hogy húha, nagyon ott voltunk alul, majdnem, hogy arról beszéltünk, hogy a kiesés, meg egyebek. Aztán jött egy új szezon, és úgy állt oda a csapat, hallottam, már többször is beszélgettünk veletek, hogy na most akkor legalább oda lehet jutni az 5-be mondjuk, azt hiszem, ez egy reális elvárás volt. Mi hiányzott ahhoz, hogy ne kerüljön az a csapat mondjuk az 5-be? Én azt mondom, hogy ezt már kérdezték tőlem, én szerintem azért jóval erősebb csapatok vannak az NB1-ben, mint az Újpest, mármint úgy értem, hogy a játékos keretük erősebb, itt gondolok a Győrre, a Fehérvárra, a Debrecenre, akkor ott van a Fradi is, aki eléggé jól erősített. Tehát ezek a csapatok, én úgy érzem, hogy mint játékos keretük erősebb, mint mi. Sokkal nagyobb a választékuk, nem lehet velük, én szerintem úgymond egy kisebb ideig lehet, hogy lehet, de hosszú távon nem hiszem, hogy lehet velük harcolni. Én úgy érzem, hogy ide Újpestre komoly erősítések szükségesek. Olyan játékosok kellenek, akik nem csak középszintűek, és mondjuk olyan átlagot, vagy olyan produkciót tudnak nyújtani, mint mondjuk az itthoni magyar játékosok, vagy a fiatalok, annál sokkal erősebbeket kéne szerintem hozni. És gondolom posztra kéne erősíteni. Posztra, igen, mert hiányposztok vannak a csapatban, minden kéne szerintem, egyedül a kapus, a Szabi, ami stabil és kiegyensúlyozott, védőt, középpályás csatárt is kéne hozni, úgyhogy én azt mondom, hogy minden egyes posztra kéne erősítés. Akkor majdnem, hogy kitárgyaltuk a jövőt is, hát reméljük, hogy a tulajdonos úr hát belenyúl a zsebébe, mert hát tudjuk azt, hogy egy új játékoshoz, vagy új játékosokhoz, hát azért anyagi háttér is kell. Minőségi játékosokhoz mindenképpen bele kell nyúljon. Nagyon remélem, hogy fognak olyanok érkezni hozzánk, akik tényleg... Én értem ezt, hogy fognak, és jönnek, reméljük, hogy jönnek, mert jöjjenek is, mert ahhoz, hogy a közönséget kiszolgáljátok, ahhoz jó teljesítmény kell. Nekem a veszőparipám az, hogy magyar vagy külföldi játékost kéne hozni szerinted? Azt mondom, hogyha nem szükséges, akkor semmiképp se külföldit, hogyha nem jobb, mint a magyar, vagy a magyar fiatal, akkor semmiképp se. Én biztos, hogy akkor az utánpótlásba nyúlnék bele, hogyha egy szinten vannak, akkor semmiképp se szerződtetném le őket. Azt mondom, hogy például, mint a Jándoli, aki tényleg komoly erősítés volt, és az egész évet kiegyensúlyozottan játszotta végig, gólpasszokat adott, ilyen légiósokra szükség van a csapatnak, ha ennyivel többet tud nyújtani, mint mondjuk a hazai játékos, akkor mindenképpen meg lehet őt venni. Azt is szoktuk mondani, hogy egy Ferencvárosban, Újpesten, hát játszani az egy különleges dolog, át kell érezni azt, hogy melyik csapatba játszik az ember. Én azért néhányszor azt vettem észre, és ezt most beszélgetünk, hiszen azt vettem észre, hogy vannak itt emberek, de ez akár lehet más csapatokról is beszélni, hogy itt vannak ezek az emberek, lehet, hogy már éppen leszállóákba, vagy pénzkereset, hát ezt nem tudom. Nem igazán érzik át, hogy meg kell dögleni, teszem azt Újpestért, vagy a Fradiért, vagy a magyar labdarúgásért. Ez így van, főleg én úgy mondom, hogy a külföldi, tehát a magyar az biztos, hogy tudja, tehát az, aki itthon, tehát magyar nevelés, az biztos, hogy tudja, hogy az Újpest, meg a Fradi, az a két Magyarország legpatinánsabb klubja, amiben nagyon nehéz játszani, és nagyon nagy élmény is játszani ugyanakkor,
de a külföldit azt nem mondanám ugyanígy. Nem hiszem, hogy átérzi annak a súlyát, hogy hol játszik, hogy itt a szurkolóknak ez az életük. Ezért jönnek ki a stadionokba, ezért veszik meg a jegyet, hogy a csapat nyerjen. Nem mindegyik külföldi érzi át, én szerintem, ennek a súlyát. Beszéltél már az új trénerrel, Kozma Pistával, Kozma Istvánnal? Az utolsó, mondom, három meccsen nem játszhattam. Szombathelyen, amikor itthon játszottunk, akkor pont ott ült, ahol én. Akkor még nem volt kinevezve, akkor még nem lehetett tudni. Egy pár szót beszéltem vele akkor is, és amikor kinevezték, akkor hívott és gratulált a címemhez, úgyhogy nagyon jól esett, és mondta, hogy szükség van rám, és hogy ahogy ebbe az évbe is ugyanúgy segítsem, és próbáljam ugyanígy játszani ebbe az évbe. Itt ült a helyeden Kozma István. Nem igazán akart bejönni, mert azt mondta, hogy majd csak július 1-től lesz az új tréner, az Újpestnek a vezetőedzője. Tehát mondtam neki, aki itt Újpestre jön, annak le kell ülni velünk szembe a stúdióban. Nem igazán faggattam arról, hogy mire gondol, hogy mit a játékosokról és a jövőről, de azt a szavaiből átéreztem, kiéreztem azt, hogy ő nagyon újpestiként gondolkodik. És ez jó. Végre egy magyar edző, magyar klubnál. Én azt gondolom, hogy az akár pozitívum is lehet. Hát szerintem mindenképpen, hiszen újpesti kötődésű, nagyon sok évet játszott Újpesten. Mindenképpen én azt mondom, hogy előny számunkra. Biztos, hogy nagyon sokat fog segíteni, mind a csapatnak, mind egyénileg a játékosoknak, mind a márknak. Úgyhogy én is nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen újpesti kötődésű szakembert neveztek ki. Úgy örültem, hogy kiejtetted Márknak a nevét, hiszen hát én csak úgy tudom mondani, hogy ez az ember, ez számomra egy érthetetlen, de csodálatos figura. Ez így van, nagyon tényleg olyan ember, aki mindent megtesz a csapatért, nagyon komolyan veszi a munkáját, szerintem nagyon jól is, nagyon jók az edzések, és amióta átvett a csapatot, tényleg fellendült a csapat. Voltak egy-két gyengébb meccsek, de az szerintem minden szakembernél, edzőnél előfordul.